Március 24-én megtartotta a 4. Szivacs kézilabda tornáját az FTC kézilabda szakosztálya. Az eseményen részt vettek a Zöld-Fehér Klub partneriskolái és egyesületei. A Józsefvárosi Vajda Péter Énekzenei Általános és Sportiskola és a Deák Diák Általános Iskola, a Ferencvárosi Telepi Károly Általános Iskola, a Zuglói Liszt Ferenc Általános Iskola, illetve a 17. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola. Ahogyan korábban, természetesen most is a játéké volt a főszerep a Népligeti Faházban, majd jöhetett a jól megérdemelt jutalomfalatok elfogyasztása. Negyedik éve rendezzük meg ezt a Szivacs tornát, és körülbelül 160 gyereket látunk idén vendégül, ami nagyjából egy 20-30 fővel több, mint az előző évben. A szokásos önkormányzati partnereink mellett saját csapatainkkal is harcba szállunk. Egy teljesen kötetlen játékos délelőtöt rendezünk, semmilyen eredményt nem számolunk, körmérkőzéseket játszunk mindenki mindenkivel, a végén pedig egy hatalmas csokoládé elfogyasztásával lezárjuk a napot. Fel tudjuk mérni azt, hogy a partnereink hol tartanak, mi hol tartunk, és bármiféle probléma vagy szakmai kérdés adódik, akkor meg tudják beszélni az edzők egymással. De jövő évtől havi szinten képzéseket fogunk tartani az edzőinknek, illetve a partnerklubok edzőinek, ami biztos, hogy nagy fejlődést fog hozni. Elképzelésem az mindig is az volt, hogy ezeket a gyerekeket még csak ilyen szinten érdemes és egészséges versenyeztetni, ahogy így csináljuk, hogy rengeteg csapat van, őket végül is a hangulat viszi magukkal. Ha két csapatot fölküldünk, azok tábla nélkül is nyerni akarnak a másik csapat ellen. Úgyhogy igazából mi ezért nem találjuk lényegesnek azt, hogy még külön eredményező tábla is legyen. Ugyanis itt a két csapat között igazából az dönti el, hogy kikkel, mikor kezdtek el foglalkozni. Itt van olyan, akivel ugye a testnevelő foglalkozik, akár testnevelés során is van olyan iskola, akik most kezdtek, most kapcsolódtak be ebbe az egész rendszerbe. Van a diósd, akik ugye rendes szakedzőkkel foglalkozik, mert hatalmas különbségek lehetnek ekkora korban még a csapatokkal, a csapatok között, és nincs értelme annak, hogy most itt az eredményre menjünk rá, hanem arra, hogy tényleg már örülni tudjanak egy gólnak, szurkolni tudjanak a másik csapatnak, stb. Ez így bőven elég meg. Ez a torna a diósdi gyerekek szempontjából az egyik leghasznosabb esemény, évente egyszer, vagy ha lehetne kétszer, mivel ide teljesen tényleg azért jönnek, és mi is azt látjuk, hogy úgy is érzik magukat, hogy a játék szenvedélye. Tehát maga az az élmény, hogy egész nap csak játszanak, és egész nap önfelett játékban lehet részük, ez azt gondolom nagyon kevésszer adatik meg ebben a korosztályban még a gyerekeknek. Nem csak ugye a gyerekeket, hogy látjuk, hogy hol tartanak, hanem a szakemberek is tudnak egymással szakmai szempontok szerint ugye eszmét cserélni, illetve ilyenkor mindig felmerülnek olyan kérdések a jövővel kapcsolatban, hogyan lehetne esetleg bővíteni, hogyan lehetne a gyerekekkel tovább lépni bizonyos területeken. Ebben a korban a legfontosabb szempont ugye a tömegbázis növelés, de elsősorban nem a profizmus szempontjából, hanem hogy a sportágat megszerettessük, és ezek az események azok, amik igazán el tudják ezt az érzést mélyíteni, úgyhogy addig, amíg a létszám nő, és mondjuk jövőre már két napot kell szerveznetek, hogy mindenki elférjen, addig azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív irányú a változás.